Szevasztok srácok, köszöntök mindenkit egy újabb Last Day on Earth Survival videóban. A mai videóban ismételten rédelni fogunk, ugye mondtam a tegnapi élőadásban, és hát remélem, hogy jó cuccokra teszünk szert, remélem, hogy jó cuccokra tesszük rá a kicsi kezünket, úgyhogy tényleg bízom benne, hogy valami nagyon-nagyon OP dolgot fogunk kapni, úgyhogy úristen, nem volt a kezemben semmi, mi volt ez a bug gyerekek? Hát mindegy, jó szórakozást kívánok a videóhoz! Játékról szólnak a hírek, Android Nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi Csak bemutatom azt, hogy hogy kell Bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy Oké, okay. srácok, ugye négy turretet csináltam ki És híje van még egynek Tehát azt gyorsan megcsináljuk, illetve elkészítjük a taktikál armor szettet, hogy ez meglegyen, de ezt először is öm, elszkippáljuk ugye aranyal, mert azt nem tudom most megcsinálni. Nincs kedvem hát protokollban a négyes szintet kiátszani, ugyanis csak ott lenne turet, úgyhogy szerintem készítsük el gyorsan még ezeket a rucikat. Hol is vagy? Hol is vagy, Ruci? Igen, taktikálhoz ugye kelleni fog vasdarab, igazából az a Többiből nagyon sok van, vas darabból kevés van, de, de annyi biztosan akad, hogy ezt a taktikál armor szettet le tudjuk gyártani. Úgyhogy keressük is meg a vasi nyót. Itt lesz a vas egyébként, szóval olyan messzire nem kell mennünk. Szerencsére tényleg szövetből sok van, szóval le tudjuk gyártani, nem okoz problémát. Nézzük is így gyorsba, azt mondja, hogy egy sapka. Ja, igenis, még kell kötél is, nagyon fontos. Kötél, az mindig elfelejtem, hogy ehhez ugye szükségünk van még kötélre is. És akkor ezt így dobjuk vissza, vegyünk el egy 20-ast, meg még egy 20 És emiatt lesz a másik cucc, így van. Sapkák van kész előre csak. Úgyhogy jöhet a cipellő. Nadrág. És jöhet a felső, amihez szükségünk lesz. Még ilyenre. Ezt így gyorsan visszadobom, mert arra nem lesz már szükségünk. És akkor... Hoppá! Visszaloptam minden teljesen, így. És most lesz kész, szuper, meg is vagyunk vele, úgyhogy ez, ezzel már nincs is több tennivalónk. Hát ezeket csak így gyorsan ledobálom, majd így árakom a helyükre, úgyhogy azzal nem foglalkozunk. Ugye leelnőrizzük elsősorban a bázist, hogy mit kell vinnünk, úgyhogy nézzük is meg azt a bázist, hogy milyen lesz, mire kell számítanunk. Ha szerencsénk van, akkor találunk lóra a videót, hogyha nincs szerencsénk, akkor majd lesz másnak, mert akkor majd az én videómból megtudja, hogy mit kell vinnie a bázisra. Na nézzük is, hogy mizu van. Oké, okay, köszönjük szépen. Le is ellenőrizzük gyorsan a bázis nevet és rákeresünk. Utána nézzünk, megnézzük, hogy milyen ez a bázis. Remélhetőleg nem kell olyan sok c Nézzük ki ez a bázis. RESPECT! RESPECT WOMEN! JESUS CHRIST! RESPECT WOMEN! Mi a szar? Na mindegy, ö, nézzük meg ezt a bázist! Na a az a harci helyzet van, hogy több videót is megnéztem, illetve... már túl vagyok egy adattörlésen, mert úgy próbáltam megcsinálni ezt az egész bázist, hogy két helyről próbáltak meg bejutni az emberek, viszont én úgy véltem, hogy több helyről is be lehet jutni, de sajnos nincs ott semmi. Úgyhogy emiatt is volt ez az adattörlés, emiatt nem látjátok. Közben videóztam is nyilván, de emiatt látjátok ezt a verziót most, mert hogy semmit nem találtam, beszartok. Na szóval az a harci helyzet, hogy nagyon sok üzemanyag van, mint mondtam, úgyhogy azokat gyorsba így hozzuk is el, illetve itt a zombikkal sem lesz problémám, hiszen a treppekkel simán szét tudom őket csapkodni. Így van, ezt elvisszük, szuper, ezt is elvisszük, a feszítővasat, és akkor vegyük ki az összes üzemanyagocskát, ami nekünk teljesen jó lesz. Köszönjük szépen, játék, úgyis fogyóbb van az üzemanyag, ugye emiatt nem is nagyon van élőadás, mert hogy kevés üzemanyagon van. Ö, srácok, oké, okay. és akkor még tudunk hozni 12 üveggel, Fullosat, nagyon szuper, nagyon király. Már, már az üzemanyag miatt is jó ugye Nyilván hogy megtámadhatnak majd Emiatt de szerintem nem tudok bejutni Majd a bázisomra úgyhogy nem kell Nagyon így ráparáznom A dolgokra Jól van elsősorban Akkor ezt így visszük magunkkal a három darab C4-et Igen igen Az úgy jó lesz jó lesz és akkor Hát nekem nagyon harcolnom sem kell majd Ö, Ide befér 60 darab first aid kit Hogyha úgy alakulnak a dolgok Úgyhogy csapjunk bele a lecsóba, srácok, mit szóltok hozzá? Ugye itt a treppekkel lefutom majd a zombikat, szóval nem lesz problematics. Úgyhogy itt fogok robbantani egyet, azt mondja, hogy egyszer. És akkor az elméletileg jönnek, rögtön jönnek a zombik, ugye? Igen, és már itt is vannak. És már itt is vannak, szóval a treppekkel lefutjuk őket. Gyere, gyere, öcskös, 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 öcskös. A kis zombik azok rögtön meghalnak látjátok egy darab toxik, mi ez, az nem toxik, hanem floater bloater, vagyis két darab jön rám. A kicsi zombik azok meg is haltak rögtön a treppektől, a csapdáktól. Ugye, most ha belegondolunk, a bázisunknál is vannak treppek, szóval ez nem lesz olyan jó akkor nekünk a multiplayer során, ugye srácok? Mert akkor a másik játékos is ezt majd ki tudja használni, szóval emiatt én azt javaslom, hogy treppek helyett inkább még egy sor falat rakjatok, hogy a betörőnek nehezebb dolga legyen ennyiből is. Úgyhogy nem olyan jó ötlet ez a trap, ezek szerint, mégsem. <laughs> Na, közben szépen ezek itt halnak megfelem. Már csak egy darab zombi van. Ugye, egyet sem kellett rájuk vágnom, mert megölik ezek saját magukat a trapekkel. <laughs> teljesen jó. Teljesen jó, és akkor nézzük itt a ládákat, hogy mi a helyzet van itt. Ugye, itt még semmi nincs, így van, itt még sajnos semmi nincs, és akkor erre kell tovább robbantanom még egyet. Oké. Okay. Bum. bum? Úgy van, és már jönnek is a zombik, gyertek, gyártek, köcskös. öcskös, öcskös, hülye vagy, hülye vagy? Na, hoppá, 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 nagyon belefutottam a trepekbe, basszus, úgy nem lesz jó, jó, a kicsi zombik azok rögtön meghalnak, és nekem csak annyi dolgom van tényleg, hogy így körbefutom a bázist, óvatosan, hát nem így, nem így, ne, ne így füssetek körbe, mert így úgy, mint én és akkor most itt bevárjuk őket egy picit, megnézzük, hogy hogy áll a sebzésük. Szerintem hamarosan meghal, így van, 10 darab hp en maradt a Toxic abomination is. Úgyhogy ő meg is döglik szépen, szép volt. És mi ez a bug? Mi ez, gyerekek? <laughs> mi ez? Én nem tudom, mi történt ezzel a zombival, de nagyon gyarús nekem. <laughs> Érdekes dolgok vannak ebben a játékban, még mindig tud újat mutatni. Úgyhogy igen. Na nézzük, ugye itt vannak ilyen kis lándikók. Rögtön van 12 darab alumínium plétünk, ami nem rossz. 20 darab szigetelő szalag az most jól jönne nekem. Illetve a motoralkatrész ugye az mindig jó. Az átja az van, azzal nem nagyon tudok mit kezdeni igazából. Szerintem egyenlőre ez így ennyi is. Ö, valahol itt van azt hiszem egy VSS, talán ebben. Nem vagyok benne biztos, de szerintem ebben van. Így van, vannak itt egy pár darab fegyó, az így akad. Jönnek már is a zombi, jó csokoládék, nem jönnek már is. És most az a helyzet, hogy akkor visszamegyünk szépen a motorunkhoz, és ledobáljuk, amire nincsen szükségünk. Ugye van még nálam még egy, egy darab C4, azt a first-aid kit miatt hoztam, vagyis hát nem a miatt hoztam, hanem a bejutás miatt, de most a first-aid kit miatt jó lenne, de oda nem biztos, hogy be fogunk tudni menni. Mondjuk több fegyvert kaptam, mint amit a többiek kaptak, én úgy látom. Úgyhogy ez nem olyan szar. Oké. Okay. 27%-on van a skill teljesítményünk. Az sem olyan rossz, de nézzük még akkor, hogy mit rejt ez a bázisocska. Mert itt még azért vannak ládák, csak nem tudom, hogy melyiket nyissam igazából ez. Már ezt visszaveszem, oké. Okay. És akkor ö... ezt megnéztem, igen, ezt megnéztem. Szerintem, issuk ezt a fekete ládát, mindjárt jönnek a zombik. Ugye én már futok is ki. Szerintem most, most fognak jönni, nem? Nem? Hát úgy látszik, hogy nem jönnek még ezek a zombik, ezek így. lájtosba el vannak. Oké, okay, na mondjuk ez jó. Hát is öltözöm gyorsba, csinosba. Igen, gyorsan, csinosba, tudjátok, átöltözünk, gyerekek. Ö, mondjuk, hát majdnem ugyanolyan ruhám volt, Tök mindegy. csakkor akkor, hát nem tudom, hogy mit kéne kinyitni. Nyissuk ezt. Például. Nézzük, nézzük. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dánki, sön, mondjuk ez nem rossz. gyertek Gyertek zombi nyom csokoládék, fussatok rám! Fussatok, ha szeret, ha... Vagyis hát ne fussatok, ha nem keres az életetek, csak akkor fussatok. Gyertek csak szépen lassan, szépen lassan, törbe csallak titeket. Zombinyók. A zombinyók. Buták a zombinyók, nem? Hülyék, szerintem. <laughs> Sebződnek, de nem veszik észre. <laughs> Érdekes, de mindegy. Mondjuk lehet az igazi zombik sem vennék észre, nem? Mert leszarják. Hát rámennek, hogy meg akarnak enni téged, és csókolom. Legalábbis én így tudom elképzelni, mondjuk egy zombi apokalipszis közepén én jól érezném magam, srácok, nem tudom, hogy ti mit gondoltok. Én eléggé jól érezném magam abban a szituációban, kivennék egy ilyen kis magaslati helyet, kinéznék magamnak, aztán ott kempelgetnék túlélését, tudjátok, <laughs> nagyon OP lenne, nagyon OP lenne szerintem, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, nézzétek el nekem. Jól van, és én emiatt ezt fog, itt fogok még nyitni egy-két ládát, mert Aha, jó, igen, nem fogjuk elvinni nyilván, mert semmi haszna nincs. Azt mondja, hogy itt, nézzünk szét. Á, se. Na gyorsan, gyorsan, gyorsan. Hú, még egy ládát ki tudunk nagyon gyorsan nyitni, srácok. De viszont, mivel egy ládát tudunk kinyitni, ezért a fejszéket én nyilván itt fogom hagyni, mert leszarom. Bezából ugye a fejszét, mert azt bármikor tudok csinálni, szóval ez nem lényeg nekem. azokat így szépen ledobálom, és nézem még, ami így mozdítható, azokat még így elvisszük. Nyilván nem hagyok itt semmit, ami mozdítható. Oké, okay, oké, okay, ruhára most jelenleg nincsen úgy szükségem nagyon. Mik vannak még itt? Nézzünk szét. Jó. Hát még talán ezt a feszítőast is elviszem, majd farmolni jó lesz. Illetve itt volt még valami jó dolog. Aha, 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 oké, van. Az a helyzet, hogy ezt most így meg fogjuk inni mindet, így, nyilván pisélnie kell Csórinak. De ezt be fogjuk kortyogatni, és a maradék üzemanyagot is bele fogom rakni, mert üzemanyagot nem akarok most itt hagyni, mert tényleg nagyon nagy szükségem van rá, srácok. ezt így szépen becsókoljuk, megint húgyoznia kell. húgyozzuk <laughs> a lakásodat, érted, te csaj. Te csajszi, levérek el akkor is széthúgyozom az egész lakást. Úgy van. Na. Jézusom, de büdös csíkot húzunk magunk után. Jézus. <laughs> Na mindegy, 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 mindegy. Igazából... Azért én nem akarok itt hagyni tényleg üzemanyagot, srácok, mert jó lenne az élőadás lesz Day on Earth-ből. Tudjak élőadást indítani nektek, és akkor... Így mi szépen ezt még így elvisszük. Mindig van egy helyem, ahová tudok rakni cuccot hogy még rakni is fogunk azba, hogy ez így már nem fér bele. Ja, sajnos nem fér bele. Mondjuk ez a 12 darab alumínium plate azért az nem rossz. Azért ezt valljuk be, hogy az, nem, nem olyan rossz. Tehát az nekem arra pont szükségem is van igazából. Csak most nem tudom akkor, hogy itt még mit nyissak ki, amire tényleg úgy szükségem lehet. Várjatok még, talán ezt elviszem, ezt a 7 darabot, nem? Így. És akkor így nagyon gyorsan még ezt, ezt megnézzük. Egy, kettő, három, gyorsan. Oh, oké. Okay. Így. Így, 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 így. van, gyerekek, jaj! Ugye mondtátok, hogy treppekkel öljen meg a Big Vant. Az úgy oké, okay, és igazából csak... Csak majd meglátjátok, hogy vissza a hp jei megpróbálom megölni nektek. Megpróbálom nektek megölni, de nem fogunk sikára járni, mert visszaugrik a HP-ja. Legalábbis legjobb tudomásom szerint visszamegy neki. De megpróbálhatjuk. Olá, gyere, 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 gyere! Gyere, Big van, gyere, gyere! Gyere, öskös! Öskös, mindegy, nem, 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 el, nem, félek elhasználni így a cuccot. Picit közelebb megyek, nem sebzi, akkor sem. Még egy picit közelebb. Engem sebez, de őt nem. Jaj! Úgy van, ott fussál, de tudja, Istenem! Nagyon tudja, hova kell futnia. Nagyon-nagyon tudja ez a Big van basszus, tényleg. Esküszöm nektek, hogy nagyon okos. Nagyon-nagyon vágj itt a dolgokat, csólinger. Gyere, te só, gyere, pussál velem, gyere, mint. ne! gyerekek, mi történt? Mi történt? Big One, a Big One megölt minket, baszki. Nem már, nem már. Szerintem visszatrunk benne a cuccai, nem? Nem figyeltem eléggé, nem figyeltem eléggé, basszus. Gyorsan kidobálom a mociból a cuccokat, mert szerintem visszatrunk menni a dolgaimért. Legalábbis én bízom benne nagyon, hanem akkor megszoptuk úgy rendesen, úgy őszintén mondom nektek, hogy akkor beszoptuk úgy rendesen. <laughs> Na, rag már el, baszki. Mondom, Ragmár már el, baszki, ne őrítsél már meg. Mondom, berakjuk, gyorsba. Super. És be mehetünk is vissza. Ö, elméletileg ott kell lenni a bázisnak, hiszen ez nem egy re revenge base, hanem ez egy rendes raid volt, úgyhogy valószínűleg ott lesz. És nem lesz ott. Srácok, eltűnt! <laughs> Jesus Christ! Jesus Christ! Jó van, oda van a cucc. Oda van a cucc. Oda a cucc, gyerekek! Elkúrtuk, szóval ne a Big Bang, mert elkúrjátok és meg fogtok is. Úgyhogy nem lesz meg a cuccotok sajnos. Ez van, srácok. Nos, ez a videó ennyi lett volna. Én remélem, hogy tetszett nektek, én egy picit szomorú vagyok, hogy oda veszett a cuccunk, de... Semmi gond, semmi gond, olyan sok minden azért nem veszett oda. Tehát olyan sok mindent nem veszítettünk el. Egy darab C4-et, illetve a fegyvereket, amiket úgy összeszedtünk. De... Hát megérte egy videót szerintem. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, aztán remélem, hogy találkozunk legközelebb is, addig is jó túlélés kívánok nektek, sziasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, voltam a házban.